Petőfi Sándor füstbe ment ter. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedves szépet neki, midőn, mely bölcsön ringatá, a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan, szebbnél szebb gondolat, míg állni látszik az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, s repült felém anyám. S én csüttem ajkán szótlan, mint a gyümölcs a fán.